Szép jó estét kívánok mindenkinek! Egy különleges és számunkra megtisztelő alkalom ez a mai. Dr. Vitéz Raffai Ernő, a Károli Gáspár Református Egyetem tanára, a Honvédelmi Minisztérium volt politikai államtitkára fogadta el a meghívásunkat, és hát egy olyan témában állapodtunk meg, ami generációkra visszamenőleg a történelmi korokban is érvényes volt, és a jelenben különösen aktuális, kik a barátaink, kik az ellenségeink. Bővebben professzor úr fejti ki, és utána szokásnak megfelelően kérdezhetünk is tőle. Parancsolj! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket, ebben a történelmi levegői, kicsin, de nagyon történelmi levegői városban. Ez a cím, ez nem egy szokványos, tudományos cím, viszont nem is politikai cím. A történelmünkben az ellenségeink is, a barátaink is, meg a sehús emberek is benne vannak. Hogyha csak az elmúlt 300 évet nézzük, tehát a Rákóczi szabadságharc, a Rákóczi herceg vezette szabadságharc óta a történelmünket, akkor azt látjuk, hogy bőven található ellenség, de bőven található barát is. A magyarok általában, és még ezt a bevezetésképpen elmondom, és utána elmondom, hogy miről fogok, mi a vázlata, a kis, hát jó órát fogok beszélni, türelmüket tisztelettel kérem. Mi magyarok általában borulátok vagyunk, vagy ahogy eltén mondják, pessimisták vagyunk. Én szeretem magyarul mondani a dolgokat. Borulátok vagyunk, és lóg a fejünk, stb. De vannak furcsa történelmi pillanatok, amikor a magyarok egymásra találnak, és akkor világra szóló dolgokat csinálnak. Ezt most nem a rím kedvéért mondtam, ez biztos, hogy így van, mert számos, magam történész vagyok, aki esetleg véletlenül nem tudná, számos történelmi tény tudnék erre mondani, és mondok is. Most jut eszembe, hogy külön akartam köszönteni, mint magam is a történelmi vitézi rend tagja, a nagyapám után a nemzetes urakat, tisztelettel és szeretettel köszöntöm. Aki ezt a jelvényt viseli, az annak a felmenői között biztosan voltak hős magyarok. De persze azok között is, akik nem viselik a jelvényt, de annak idején a Horthy kormányzó, lehet, hogy erről egy pár mondatot majd mondok, mert ez egy nagyon nagy kísérlet volt, nem véletlen, hogy még most is gyűlölik a bizonyos körökben a vitézi rendet. Nem véletlen, hogy most már szegedi 56-os ismerőseim csináltak 56-os vitézi rendet, meg különbözőket, úgyhogy, mint ahogy az 56-os szervezetek, egyszer Boros Péter mondta nekem, miniszterelnök korában, hogy 20-valahány 56-os rend van. Most hát én mindig a történelmi gyökerűekhez vonzódok, de ez most nem érdekes. A nagyapámról meg csak annyit, hogy Vitéz Raffai Kálmán 41 áprilisában ütötte a kormányzó vitézzé, 915-től 948-ig, ez 33 év volt a Magyar Királyság katonája. Ebben mondtam a barátomnak az előbb, hogy csupa sebesülés volt, levetkőzött Zalában. És aztán, amikor bélistázták a hadseregből, akkor azt írja, 948-ban a születésem előtt egy pár hónappal, azt írja a bélistázó nyilatkozat, a bélistázó fiataloknak mondom, hogy az azt jelenti a nagyapáma esetében is, hogy nyugdíj és mindenféle juttatás nélkül, viszont megbélyezve kidobták a hadseregből. Ez ott állt, és akkor Zala megyében a báza keretjei, Rizspeszentadorjáni olajvidéken olajipari segédmunkás lett. És én sokáig azt gondoltam, hogy nagyapám munkásember, de munkásember volt csak katonaként. És a bélistázó nyilatkozatában utolsó mondat a bevezetésből, ott azt szerepel, megtaláltam, meg van nekem a teljes személyi anyaga, hogy
Rafai Kálmán százados nem alkalmas demokratikus hadsereg építésére. Na most, hogyha egy hadsereg demokratikus, akkor az nem hadsereg, az SZDSZ-es párt alapszervezet. Minimum. Tehát a hadsereg az nem a demokráciáról szól. De majd még a demokrácia öntetről és a haladás szószról, erről egy pár mondatot majd beszélek. Kettő. Vázlat. Először végig megyek a történelmünkön, de nagy léptékben, mert a történelem megfelelő ismerete és nem ideológiai alapon való ismerete, az azt mutatja, hogy nagyon könnyen fölismerszik a barát meg az ellenség. Hát aki hadsereggel rohan rá a magyar királyságra vagy a magyarokra, az valószínűleg ellensége. De például mondok egy ellenpéldát, talán nem is teljesen ellenpélda, a Dózsa-féle parasztháború. A Dózsa-féle parasztháborút azt én egy kicsit negatívnak tartom, ezt meg is írtam itt valamelyik Adi kötetemben, mert Adi nagyon becsülte Dózsa Györgyöt, és becsülendő vitéz magyar nemes volt, akit nem véletlenül egy hőstett miatt nevezték ki a haderő, a paraszt hadsereg, tehát a toborzott önkéntes haderő élére. 1514-ben meggyöngíteni a magyar királyságot úgy, hogy ahogy azt csinálták, most Mutko Sopronban volt erről egy külön előadásom, nagyon fölkészültem Dózsából, úgyhogy 1526-ban a török átlépte az eszék, bejött eszéknél a magyar királyságba, az mindenképpen negatív dolog. Tehát nagyon-nagyon érdekesek a történelmi megítélések. Hát és aztán jött a tripartitum, ugye, a nagy, amit Engels. Volt a Marx, meg az Engels, ugye. Ezt a Zweite Leibeigenschaft, a második jobbágyság, az Elbától keletre, ez egy nagyon érdekes gondolat. A Marx meg az Engels, ezek nem tiszta szamásságokat írtak. Nagyon jó képzettek voltak, még a kis Mordehai fiú is, tehát a Marx, ugye, aki Marxra magyarosított, németesített. Egyébként zárójelben mondom, nekem megvan otthon édesapámtól az 50 kötetes Lenin. És ha hiszik, ha nem, ezt most dicsekvésképpen mondom, én azt mind elolvastam. Tehát aki antikommunista akar lenni, az olvasson Lenint. Ezt biztos, ezt felelősséggel állítom, de nem erről akarok én beszélni. Barátokról és az ellenségekről. Persze már itt is vagyunk a lényegnél. Na, tehát a vázlat. Először is végigmegyek a történelmünkön, és bizonyos dolgokat kiemelek, más dolgokat meg nem emelek ki, hogy miket ez majd ott kiderül. A második részében az előadásomnak, hát ez szerintem fontosabb, az egész történelmünket, főleg a 19. és a 20. századot, tehát a modern polgári Magyarország kialakulását, amikor Magyarországon a polgárság és a nemesség megcsinálja azt a modern Magyarországot, Deák Ferencék vezetésével, mindjárt egy szép Deák idézettel kezdem a tárgyalását az előadásomnak. Eszmetörténeti szempontból vizsgálom. Idegen szóval, ahogy a Duna TV-ben mondják, ahol mindent idegen szóval mondanak, és mindent rosszul mondanak, jelacsics, ugye az jelacsics, délvidék az vajdaság, szervajdaság, azt miért használjuk? Nem is értem, de mindegy. Eszmetörténete, ugyanis a 19-20. Században Európában általában, és különös tekintettel a liberális mintaállamban, 1867 után a Magyar Királyságban, három ideológia, három nagy eszme, ami a politikába is behatolt, nagyon durván helyenként, küzdött egymással. A konzervativizmus, a liberalizmus és a szocializmus. A kommunizmus, ugye ez a szocializmusnak egy elfajulása, mint ahogy a Jászi Oszkár féle radikális liberalizmus, az meg a liberalizmusnak az elfajulása. De ilyen tudnék mondani konzervatív vonatkozásban is, csak ott az elfajulások nem olyan durvák. Tehát, hogy hogyan küzdött egymással, ugyanis most Magyarországon napjainkban 2010 óta, hála Istennek, előhozzák nagyon vezető, magasrangú politikusok, akik eszmetörténeti szempontból egy kicsit képzettebbek, mert politikusokra ez általában nem jellemző, meg nem is kell, hogy talán jellemző legyen, előhozzák ezt az illiberális államot. Ezzel egy kicsit szeretnék ennek a történelmi gyökereivel szembe nézni, hogy ez az illiberális kifejezés, ez most szitok szó, vagy
vagy helyes irány, vagy hogy, és én elmondom a magam véleményét, vagy egyet tetszenek érteni, vagy nem tetszenek egyet érteni. Tudom, hogy itt a városban udvarias emberek vannak, tehát nem foglak talán kiverni, de nem túl sok jót fogok majd tudni mondani a liberalizmusról, meg a szocializmusról, mert a liberalizmus, meg a szocializmus, ennyit megelőlegezek még a vázlatban, azok első, szellemileg elsőfokú unokatestvérek. Vannak különbségek közöttük a liberalizmus javára, majd a három liberális magyar nemzedékről Szegfi Gyula alapján beszélek, mert az kihagyhatatlan a nagy Szegfi Gyula elképzelése a liberalizmusról, de vannak azonosságok is. Azonosságok is. Például napjainkban a neoliberalizmus és a szocialisták, például mind a ketten két csoportba tartozó emberek ateisták. Ateisták. Majd mondok neveket, mert ugye nevek nélkül nagyon nehéz. Mert a nagy személyiségek, még ha SZDSZ-esek, vagy ha MDF-esek, vagy ha MSZP-sek, vagy akármi, hogyha méltó arra, hogy eszmetörténeti szempontból megemlítsük, sajnos az ömük nem annyira. De mégis megpróbálok a barát ellenség, barát ellenség kettőségében valamiféle rendet vágni. Aztán vagy egyet értenek vele, vagy nem, én elmondom, amit szeretnék. Arra gondoltam, hogy Deák Ferenctől, aki az én legnagyobb példaképem, Széchenyi István gróf, a reformkonzervativizmus majd, hogy mi a reformkonzervativizmus, azt elmondom mindjárt. A Széchenyi István gróf a reformkonzervativizmus legnagyobb magyar alakja. A reformkonzervativizmust azt egy Prohászka Ottokár nevű katolikus megyés püspök találta ki, és átvette egy Banga Béla S.J. Jézus társaság belített jezsuita, atya a 20-as, 30-as években. Azt jelenti a reformkonzervatív, hogy olyan konzervatív, aki a konzervatív hagyományokhoz ragaszkodik, és közben modernizál. Nem tudom, a velem korosztályt, körülbelül én vagyok a legidősebb a teremben, emlékeznek rá, a 90-es években volt egy politikai párt Magyarországon, annak a tagjai jól képzett, sok nyelvet beszélő urak és hölgyek voltak, azt mondták, hogy az ő pártjukban van a szürke állomány. A többi az mucsai zombi. Ez a magyarság lenézése és az ellenséges viselkedés, de ennek megvan a háttere, erről majd beszélek. Tehát, de Széchenyi gróf, a barátai tetszene tudni, Steffi grófnak nevezték. Batthyány Lajos grófot pedig, ezek francia barátok voltak, főleg a Batthyány egy kicsit radikálisabbak, Louis grófnak nevezték. Az első magyar miniszterelnök volt Batthyány Lajos, aki amikor kivégezni vitték, akkor önmagára tűzparancsot adott ki. A vadász zászlaj kivégző osztagának. Rajta vadászok, eldobta a kendőt, és agyon lövette magát. Ő neki egy osztrák főadnagy nem fog parancsot adni az ő kivégzésére. Kicsodák ezek. Tehát hihetetlen nagy embereink voltak a 19. és a 20. században. No, viszont a harmadik figura Kossuth mellett van egy külön előadásom, a Kossuth-Deák vitája. Ez egy nagyon-nagyon érdekes, két óriási személyiség vitatkozik, csak most erről nincs időm beszélni. Deák Ferenc. 1803. október 17-én született, pont mint én, ezért felejthetetlen az ő szülinapja. És az a mérsékelt ember, aki mérsékelt is, liberális is, de minden, a haza minden előtt. Tehát ő az az ember, aki megcsinálja a kiegyezést, és megindokolja, hogy mivel más út nincsen. És amikor tőle egy hosszabb mondatot szeretnék, vagy két-három mondatot felolvasni az elején is, meg az előadáson végén is. Ugyanis magyar politikusok nagyon nagy beszédeket tudnak mondani. Egyébként más nemzetek fiai is. Én hallottam román politikusokat beszélni, hát mit mondjak el? Transzilvánia Cara Noastra, körülbelül ez a lényeg, szabadról, nem tudom, tud-e valaki róla. Tessé? Kész, ennyi. Igen. Deák a legnagyobb szónokok egyike volt, a Deák Ferenc. Olyan szónok volt a Deák Ferenc, még a Fürr Lajosnál is nagyobb szónok volt. A Fürr Lajosnál, aki honvédelmi miniszterként egy semmittevő volt,
konkrétan tudom, mert voltak történelmi lehetőségeink a 90-es években, amikor a három trianoni utódállamból kettő összeomlott. Akkor lett volna valamit, mindegy, ezen sokat beszéltünk annak idején, mindenki megírja az emlékiratait, a lehetőségben el lett baltázva, már bocsánat a kifejezése, de óriási szó. Főleg, amikor az MDF köztársasági elnök jelöltje volt, Szegeden olyan beszédet mondott a Somogyi Könyvtár dísztermébe, a félváros ott volt, és hogyha fele titkos rendőr volt, és a másik fele volt csak ellenforradalmár, akkor is felnőtt férfiakat láttam sírni. Na most a Deák, ő inkább egy kicsit intellektuális, az egyik érzelmi, a fűr... 1860-61-ben, amikor már ugye 1858-59-ben az olaszok tönkreverték Solferino-nál és Magentánál, két olasz városka környékén a Giuseppe Garibaldi, aki a leghíresebb olasz szabadkőműves, a másik híres olasz szabadkőműves, 33-as fokozatú, az olasz nagypáholyok egyesített bizottságának a fő vezére, vezetője, Giuseppe Garibaldi, Olaszországban a szabadkőmességnek nem csak negatív, hanem pozitív. Itt az egyik könyvben, valamelyik lábjegyzetében ezt megírom, most nem akarok ebbe belebonyolódni. A másik híres 33-as fokozatú olasz szabadkőművest úgy hívták, hogy Stefano di Tür, Tür István tábornok. Fantasztikus, nagy. Na és Ausztria meggyöngült a katonai vereség idején. Ez az az időszak, amikor a 1830-ban született Ferenc József fölkeresi a melyik volt ez a zsidó bankár család? Nem Rockefeller, hanem Rothschild. Azért ez már a vég, ha az embernek a Rothschild név nem jut eszébe. Ez borzasztó. Bocsánat a humorért. Na mindegy, vesz föl kölcsönöket is, mert 67-től a magyarok fizetik. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy velünk fizettetik meg az ellenünk folytatott háborút. Szóval abszurdokról lehet beszélni. Tetszik tudni, én királyságpárti vagyok. És olvasom az interneten, hogy én egy szamár vagyok, mely Habsburg királyt akarok. Nem Habsburg királyt akarok. Van olyan királyfi most Európában, királyi herceg, akinek gróf Rédei Claudina, Erdőszentgyörgy, Románia földrajzi középpontjától keletre, Erdőszentgyörgy, Szent Giorgio d'Eppe Dure, ha jól mondom. Nem mondjam, láttam a tekintetét, nem mondjam román. Jó. Köszönöm. De ez most nem ide tartozik. Deák. Akkor összehívja az osztrák császár törvénytelenül a magyar parlamentet, és összevész gróf Teleki László gróf, Teleki Pálnak a vér szerinti fölmenője, az egyik széki Teleki család, nem részletezem, és Deák összevesznek, hogy feliratot küldjenek az osztrák császárnak, vagy határozatot. Ugyanis az osztrák Ferenc József nincs királlyá koronázva, és azt mondja a Teleki László gróf, ez egy kemény, kossuthista, radikális, ercrebel kutya, ahogy az osztrák sajtónak nevezik, főlázadó kutya, azt mondja, hogy ne feliratot írjunk, mert a főnöknek ír az ember feliratot, az ural a saját királyának. Na de ez a Habsburgi ember, ez nem a királyunk, ez az osztrák császárnak a császára. Mi közünk hozzá? Semmi. És hogy határozat legyen, és a nagy vita elején, előtte hajnalba a Teleki László grófnak egy pisztolygolyó röpül a fejébe. Én elolvastam a rá vonatkozó orvosi jelentéseket, és az akkori orvosok megállapították, hogy nem lehetett úgy tartani a hosszú csövű pisztolyt, hogy úgy menjen bele a golyó, meg ki, ahogy az volt. Tehát valószínűleg politikai gyilkosság történt, és ekkor a nagy vita partnere, Deák Ferenc, végül is elírja azt, hogy kiesik a fő ellenség, ellenfele, bocsánat, nem ellenségek voltak, politikai ellenfele, és határozatot ír, ez az első határozati javaslat, 1861 tavaszán. Az osztrák császár választ ír rá, és semmit nem fogad el abból, amit a Deák Ferenc akar. Tehát, hogy a közösségi rendszert létre kell hozni, egyezzen ki a két ország, ők más volt az elképzelése akkor még a Ferenc Józsefnek, bár katonailag tönkre, Ripityára volt verve Ausztria. És akkor a Deák Ferenc ír egy olyan körülbelül 2-3 óra hosszú,
hosszan elmondható, hosszú beszédet. És hát ugye mindig fáj az öreg deáknak a dereka, és megkéri egy fiatal újságíró, egy képviselőtársat, hogy olvassa fel a beszédet, és a végén átveszi a szót, és felolvassa a következőt. Ez a szerintem a 19. század legszebb politikai beszéde. Biztos vagyok benne, hogy önök közül többen ismerik. Ez az alaphangja az előadásomnak, azt mondja. Deák. 1861. augusztus 8, ugye? Augusztus 8. Lehet, hogy nehéz idők következnek ismét hazánkra, de a megszegett polgári kötelesség árán azokat megváltanunk nem szabad. Az ország alkotmányos szabadsága nem oly sajátunk, melyről szabadon rendelkezhetnénk. Hitünkre bízta a nemzet, annak hű megőrzését, s mi, képviselők, felelősek vagyunk a haza, s ön lelkiismeretünk előtt. Parlamenti jegyző zárójelbe odaírt, hogy közhelyeslés, tehát kezdődik az egyetértésvel. Ha tűrni kell, tűrni fog a nemzet, hogy megmentse az utókornak azon alkotmányos szabadságot, melyet őseitől öröklött. Tűrni fog csüggedés nélkül, mint ősei tűrtek és szenvedtek, hogy megvédhessék az ország jogait. Mert amit erő és hatalom elvesz, az idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják. Zárójel, tessék figyelni, mit ír a parlamenti jegyző. Óriási zajban kitörő közhelyeslés, viharos köztetszés és hosszas éjjenzés, Deák folytatja, de miről a nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz és mindig kétséges. Tűrni fog a nemzet, remélve a szebb jövendőt, s bízva ügyének igazságában. Majd földig hajol az osztrák császár ott ülő képviselője előtt, nagyon-nagyon zseniálisan, és azt mondja, kik egyéb, tehát egy hatalmas nagyot belegyint nemzetközi karjelzéssel alanyállítmány tárgy a beszédébe, azt mondja, hogy ennyi volt, nincs tovább miről beszélni. Jön a második része az önkényuralomnak, ugye? Ekkor ez a Schmerling, provizórium, meg stb. Kik egyébként mély tisztelettel vagyunk császári királyi, nem volt királyi, királyi fölségednek legalázatosabb szolgái, Magyarországnak országgyűlésileg egybegyűlt képviselői. Óriási zajban kitörő közhelyeslés, léget rázkódtató taps, szűnni nem akaró viharos általános éjjenzés. Igen. Ez gyakorlatilag nagyon szép stílusban és nagyon drámai szavakkal elmondott nem. Mondhatta volna azt is, hogy nem, és kivonulhatott volna. Akkor még más volt a parlament. Tehát ez a primitívség, hogy egy képviselőnő üvöltve diktátor kivonul, és a házelnöknek azt kell neki mondani, hogy kérem a munkatársamat, adjanak a képviselő asszonynak egy pohár vizet, mert rosszul van. Ilyen elképzelhetetlen volt akkor. Elképzelhetetlen. No, ez Deák elmondja, és akkor jön az önkényuralom, és aztán 1866-ban a porosz-osztrák háború, ahol a porosz csapatok megverik az osztrák tábornokot, von Benedek táborszernagyot, nem érdekes, és ekkor egy 100 politikus, Beust gróf, azt mondja az osztrák császárnak, Ferenc Józsefnek, hogy nincs mese, most meg kell egyezni a magyarokkal. Miért is hoztam elő én ezt a témát? Mert kitartottak. Az elismert vezérük azt mondta ezekkel a gyönyörű mondatokkal, hogy tűrni fog a nemzet, ha tűrni kell, ennyi. Csináltok, amit akartok. És jött a Schmerling, hogy a Bach, az egy liberális. Tehát Magyarországon az osztrák önkényuralmat azt egy bécsi volt liberális ember csinálta, egy Bach nevű ember, és ekkor jött a Schmerling, és aztán 67-ben akkor már nem lehetett mit csinálni. És aztán ugye az itt környéken lovagló vadászó Erzsébet királynő, közben pedig a nagyfúróval próbálta győzködni az osztrák császárt, aki a férje volt, hogy hát te a magyarokkal, hát ezekkel Andrássy Gyula gróf is ott volt, és hát ugye ők bizonyos kapcsolatban voltak az Andrássy Gyula gróffal.
Azért hoztam elő ezt a témát, hogy lássuk azt, hogy vannak a történelmünkben borzasztó nagyon nehéz dolgok, periódusok ebben a 19-20. Században. Vannak borzasztó nagyon véres periódusok. Hogyha a nemzet kitart, és van, akire fölnézzen, akkor a kitartásnak előbb-utóbb megvan az eredménye. Itt még egy szempontra hívom fel a figyelmüket, a konzervativizmusnak ez az egyik legfontosabb, a tekintélyelv. A tekintélyelvre liberálisok és szocialisták azt mondják, kommunisták, mindegy, hogy az egy szörnyű, diktatórikus dolog. Ne, pont ellenkezőleg. Ha van egy olyan vezető, akit a magyarok elismernek, akkor van erőnk arra, hogy rávetve a szemeinket, néha megtapsolva, néha megszidva, de fölnézve vezessék a nemzetet. Ugyanis, és itt egy másik eszmetörténeti jelenségre szeretnék előhozni, és aztán megyek tovább mindjárt, hogy én a Szegedi Egyetemen a 70-es években azt tanultam a tudományos szocializmus tanszéken, minden egyetemen volt egy központi tudszoc tanszék, ott tanították a mamutot, mamut magyar munkásmozgalom történeten, csak mamutnak neveztük, hogy a történelmet azt a tömegek csinálják. Hogyha a történelmet a tömegek csinálják, abból kirakatbetörés, rablás, zsiványkodás és egyéb gazemberségek vannak. Nem, pont ellenkezőleg van, a történelmet a nagy személyiségek csinálják. Minden nagy történelmi eseményben az Árpád apánktól a Gorbacsovig, ugye milyen vicces a kontraszt, a Gorbacsov az a világ történelmi egyik legnagyobb személyisége. Megadta magát. Én nem tudok, pedig történész vagyok elvileg, gyakorlatilag, nem tudok olyan nagyhatalmat a világon, amelyik nagyhatalom katonailag megadta volna magát. Gorbacsov erre képes volt. Abszolút hiteles ember, Gorbacsov. Mert megadta magát, mert máskülönben termonukleáris háború, világháború lett volna, és az oroszoknak annyi lett volna, rólunk már nem is beszélve. Tehát Gorbacsovnak mi nagyon sokat köszönhetünk. Na de a régennek van csak szobra, de majd ha a Gorbacsov elhúnyik egyszer valamikor, akkor remélem, hogy ott lesz mellette a Gorbacsov, akit mi Szegeden annak idején a barna foltja miatt csak Gorbacsokinak neveztünk. Ugye? Óriási jelentőségi. Nemrég a Posgai Imrével, hát már van egy-két éve beszélgettünk erről, mert ők ismerték egymást. Tehát Gorbacsov számba vette azokat a magyar balos embereket, akikre lehet építeni. Mert ugye azt is gondolta Gorbacsov, és ez kétségtelen szamárság, hogy a kommunizmust azt lehet demokratizálni. Azt nem lehet. Most semmit nem lehet csinálni. Na mindegy, erről majd később. Tisztelt hallgatóim, nagyon hosszúra nyúlt ez a bevezetésszerűség, úgyhogy a történelmi részt azt egy kicsit, a köztörténeti, politika történeti részt azt rövidítem. Nézzük meg a történelmünknek a periódusait. Ugye a nagy politikai mozgalmak, hát ugye a Rákóczi szabadságharc leverése, az gyakorlatilag nem volt más de facto és de jure. De jure, tehát a nyilatkozatok meg a jogilag, a független magyar királyság létrehozása. A független magyar királyság létrehozása magyar uralkodóval. Hát egyesek nevetségesnek olvasom az internet, tiszta hülyeség, amit mondok, nekem most is ez az elvem. A független magyar királyság magyar uralkodóval. Na jó, hát egy kicsit van benne angol, a Windsorokban nem egy olyan nagy baj, ugye? De Rédai Klaudina vér. Ez volt a Rákóczék nagy célja, és amikor leverték a szabadságharcot, 1711 után elüldözték a magyar katonákat a mostani francia hadseregbe. Tudják, 300 atomtöltete van a francia hadseregnek. Ott van egy bercsényi huszárezred. Én beszéltem a parancsnokával. Ott állt előttem huszár egyenruhába, és tudják, hogy ló helyett mit használnak? Tankot. Egy páncélos ezred, és az a neve, hogy bercsényi huszárezred. Tehát azért a Bercsény ez magyar ember volt, ha jól tudom. És a franciák ezt tudják, nálunk nem tudja senki. Na mindegy. Én 90-ben vagy 91-ben javasoltam, hogy ezt a szisztémát vezessük be.
hogy a, mit tudom én, a tatai páncélos dandár T-72-esek voltak, az legyen, mit tudom én, micsoda valamelyik történelmi hősünkről, vagy mit tudom én, a milyen huszárok voltak a, mit tudom én, a debreceni gróf Tisza István huszárezred. Mert Tisza István annak idején ezredesként 1917-18-ban ennek lett a parancsnok, ami után visszavonta, lemondott a miniszterelnökségről az általános titkos választójog miatt. Na, az általános titkosról mindjárt beszélek. Európa egyik tönkretevőjéről. No, a Rákóczi szabadságharc után egy hosszabb periódus következett, egészen az 1820-as évekig. Hát ez 110 év. Ez majdnem négy emberöltő. És ha belegondolok, ugye a fenséges fejedelem, ő 1735-ig élt Rákóczi. Jól mondom, ugye? Jól mondom. Igen, 1735-ig. Tehát lett volna ideje egy erős közép-európai királyság megteremtésére, azonban pont az ellenkező történt, és ilyen tragikus történetet tudok mondani, hogy volt ez a Mikes Kelemen. A Mikes Kelemen, az egy székely gróf volt, és amikor már nem bírta Zágon Erdély látása nélkül, akkor bement a fejedelemhez, és alázatosan engedélyt kért arra, hogy 3 napra eltávozzon, vagy 4 napra eltávozzon, és felült a lóra, 2 napig halálra gyilkolva a lovat oda lovagolt a Kárpátok román boldalára, Havasalföld, és látta a Kárpátokat, visszajött a lóra, és 2 nap múlva alázatosan jelentkezett a fejedelemnél. Hát így is lehet magyarnak lenni, de lehet másképpen is magyarnak lenni, ugyanis eljön az 1820-as évek. A reformkorral foglalkozó történész kollégáim, balosok, jobbosok, középjobbosok, liberál mindenféle társaság az 1820-as évekre, 1823-25 körülre teszi a reformkorszak időszakát. Na, ez egy érdekes dolog eszmetörténeti szempontból, ugyanis a nagy szabadkőműves francia forradalom, felvilágosodás, ugye, felvilágosodás, eszméi, stb. 1789 után Franciaországot úgy nagyjából tönkreteszik szellemileg. Most a francia társadalom szellemileg, hogy mondjam csak, hát inkább sajnálni való, hogy fölnézünk rá, de ennek komoly történelmi okai vannak. A történelem tönkre tud tenni népeket, ez kétségtelen. Az első világháború előtt Franciaország minden szempontból, iparilag, demográfiailag lefelé ment, a németek meg fölfelé. Ez volt a világháború, az első világháború első nagy oka, mert minden háború mögött ott van a gazdaság. Erről majd később, ha nem felejtem el. A nagy francia forradalom létrehozza azt a politikai és eszmei konglomerátumot, amit nevezhetünk felvilágosodásnak, nevezhetünk liberalizmusnak is, de akkor még ezt a spanyol eredetű szót, hogy liberalizmus, ezt még nem használták. Majd csak a 1815 után kezdik használni, de ez most nem érdekes. A lényeg az, hogy ez egy furcsa korszak. Ugye Batthyány Lajosunknak a nagy versé, hogy milyen hóhéri, vigyázó szemetek Párizsra vessétek. Batthyány János. Igen, mit mondtam? Batthyány, az más volt, bocsánatot kérek. Batthyány János. Tehát nagyon komolyan behatolnak a demokrácia és a fölvilágosodásnak, most nem részletezem, mert arra egy külön előadásba lehetne beszélni, eszméi Európába. És amikor jön Napóleon, és végigveri egész Európát, akkor létrejön a francia nagyhatalom. Mert a középkori francia nagyhatalom az korrupt és züllött volt. Napkirállyal együtt, stb. Tudják, nekem zárójel kis kitérő, amikor a trianoni szerződésnek a 90. évfordulója volt, akkor a Libération című francia durván liberális, a mostani kormányunkat minden héten 4-szer gyalázó, 3-szor meg kevésbé gyalázó cikkeket ír. A Liberationtól jött egy úr, és azt mondta nekem, hogy tudja, uram, Calvin téren ültünk egy szállodának a presszójába,
Tudja, uram, mi franciák annyit tudunk Trianonról, hogy a tizen nem tudom én hányadik Lajos, vagy Béla, nem tudom milyen király építette az egyik barátnőjének, és odavitte, és megmondta nekem, hogy mit csinált a barátnőjével ott a király. Már nem emlékszem a kifejezésre, maradjunk ennyibe. Hát ez elég széles látókörű dolog. Elmagyaráztam neki, hogy mi egy kicsit másképp látjuk ezt a kérdést. De korrekten leírta úgy nagyjából, gúnyos felhangokkal, hogy hát igen, azért 2010-ben területi kérdéseket fölvetni is, én a területi revíziónak vagyok a híve, és megmondtam neki. Írja meg! No, amikor Napóleont leverték, és ez egy nagyon komoly korszakhatár a 48-49-es forradalom és szabadságharccal kapcsolatban, akkor 1815-ben angol, osztrák, Habsburg, porosz, Hohenzollern, Sigmaringen, ház, kihagytam valamit? Angol, osztrák, és a poroszok, igen, megkötik ezt a egy katonai szövetséget kötnek, amit mi az iskolában úgy tanulunk, hogy Szent Szövetség. Megesküdtek arra egymásnak, tessék? Ja, Oroszország, tudtam, hogy valamit kifelejtek, ez a Putyin miatt van, Majd Putyinról mindjárt elmondom a véleményemet, mert ez egy nagyon különleges ember, nem akkor, amikor tigrissel ölelkezik, meg vadász, közben a kezébe tart egy vadászpuskát, stb. Ez furcsa ember. Azért furcsa, mert gondoljanak bele, ott áll egy KGB-s alezredes. Az egész terem föláll, amikor bemegy. Mond olyan beszédet, mert a Kirill pátriárka az az ő lelki támasza. Tehát a történelemben rossz emberből jó embernek lenni, az lehetséges. Hát a kivégzett tisztjeink Aradon, akiket 49, a 10 akárhány tábornok, azok az elnyomó hatalom tisztjei voltak, az odaálltak mellénk. Rossz emberből jó embernek lehet lenni. Gorbacsov, vérkommunista, Pozsgai, 56-ról úgy beszélt fiatalokra, hogy egy rémtörténet. Na, és ott áll, és olyanokat mond a Putyin elnök, hogy van Isten, stb. Stb. És az gyakorolja a történelem fölött a maga jogait. Ez az, amit a baloldali liberálisok, ez a másik azonosság a liberálisok, meg a szocialista baloldal, a baloldal kétágú baloldal Európában között, hogy nem tudják fölfogni, hogy a jó Isten, ami nincs, az hogy tud hatni a történelemre. Én mondom nekik mindig, hogy urak, az emberi lelken keresztül. Borzasztó nagyon egyszerű. A Jóisten az nem olyan bonyolult, mint egy kommunistának az agyveleje, ugye? Nagyon egyszerű. Az emberi lelken keresztül, és a nemzeteknek is van lelke, már a komolyabb nemzeteknek, mint például a magyarnak. Amerikában például ezt nem szívesen mondanám el. Az amerikai, az American Nationről, ahogy ők mondják, tudják, hogy Szombathelyen a főtéri cukrászdában lehet Obama szeletet kapni? Peti unokám mondta, hogy papi, oba, és mondja az anyja, hogy bementek, ettek Obama szeletet, ilyen piskóta tekercsek, és barack lekvár van bele. Barack Obama szeletet. Tudják ez mi? Ez nem hülyes, bocsánat a kifejezésre, ez nem szamárság, ez a magyar humor. Ez a magyar humor, fantasztikus a magyar humor. Na de mindegy. Nem véletlenül nekünk vannak a világon majdnem talán a legjobb politikai vicceink. De ez most nem ide tartozik. És a Putyin, befejezem a Putyint, elkötöm a történetet, amikor befejezte a beszéd, mindenki föláll, és eljátsszák a cári orosz himnuszt. Csak nem azzal a szöveggel, vagy bocsánat, a kommunista himnuszt. Csak nem azzal a szöveggel, ahogy én énekeltem annak idején gimista koromban minden november 7-én és április 4-én Pécset a Kossuth moziba, szövetségbe ford, szabad köztársaság, sarg nagy tam-tam dobok, vagyis ezek a... hanem egy új szöveggel. Tehát az orosz nagyhatalom egész más lelki alapokra kerül, mint ami a Szovjetunió volt. És a Jóisten úgy akarta, hogy ezt egy KGB-s alezredes csinálja meg államelnökként. Az úr csodásan működik, ám útja, bár útja rejtve van. Erre csak ezt tudom mondani, mint Magyarország legöregebb konzervatív történésze. No, tehát visszatérve, 1815 az egy korszakhatár, mert létrejön a Szent Szövetség. És ott meg a négy nagy,
Oroszországot is beszámítva itt kanyarodtam el, megesküsznek egymásnak, és alá is írják, hogy soha többé Európába forradalmat, revolúciót nem engednek. Hát ez, erre Magyarországot, tehát amikor ezt megfigyeltem a történelmünkbe, hogy amikor van egy elvileg negatív döntés nagy hatalmak által, mert azt elfelejtettem mondani minden elvesomat, ezzel kezdem pedig, hogy a történelmet azt nem a kicsi népek csinálják, azt a nagy hatalmak csinálják. A nagy hatalmak csinálják. Akkor is a nagyok csinálták. No, tehát a magyarok választ tudnak adni erre a nagyhatalmi döntésre. A reformkorral. A reformkorral. Erről mindjárt majd beszélek. És amikor a forradalom kirobban, akkor 1849 tavaszi hadjárat, Isaszeg és a többi, akkor a Ferenc József, aki akkor 30... hány éves? Dehogy 30, 19 éves. Bocsánat, nem egy matematikus. 19 éves fiatal gyerek elutazik a cári Oroszország legnyugatibb nagyvárosába, Varsóba, és térden állva 49. május 21-én, ebéd előtt, ugye a díszebéd előtt, mert először meg kell egyezni, letérdel minden oroszok cárja előtt, és úgy kéri, mire hivatkozva? 1815 bécsi kongresszus Szent Szövetségi Rendszer. Ott nem csak táncoltak Bécsbe, hanem ezt aláíták. És erre hivatkozva kap parancsot a Paskievics herceg, hogy 200 ezer muszkával jöjjön és csináljon rendet. És szegény bemapó hiába vitézkedik Erdélyben, kénytelen elmenni Törökországba, és tudják, mi lesz a sorsa? Török basa lesz. Átér a muzulmán hitre, azonnal török tábornoki basa fokozatot kap, és a haláláig részt vesz az orosz-török háborúkban, mert az oroszok meg a törökök akkor nem ilyen kapcsolatban voltak, mint most. De a török külpolitika egy furcsa dolog, mert NATO-sok, miközben orosz barátok. Van még egy ilyen kis NATO pici ország valahol Közép-Európában. Szerintem nagyszerű dolog ez. Na, egyébként bentábornokról ismerik talán a történetet, hogy Kossuth Lajos kormányzó úr ül a sátrába, vagy nem tudom hol, és jön a segédje, segédtisztje, és mondja neki, hogy kormányzó úr, itt van egy öreg koldus, ön kormányzóra akar föltérlenül beszélni, de valami idegen nyelv. Bejön az öreg koldus, és leteszi a ruháját, és ott áll, franciául beszél, Bem József. Osztrolenka véres csillaga. Mi ne győznénk is, ő a vezérünk, Osztrolenka véres csillaga, stb. Stb. Ugye? 1831. Tehát a BEM az egy európai típus, egy európai férfi típus. Én ismertem személyesen ilyen embereket, még élő személyek, akik a délszláv háborúba vettek részt. Az egyik egy adjunktus gyerek volt, azt mondta a TF-en, a tanszékvezetőjének, hogy ide figyelj, Bélám, én most egy 3-4 hónapra elmennék, és a nemzetközi brigádnak lett a tisztje, amelyiknek az Eduardo Rózsa Flores, stb., akit megöltek Bolíviában. Vannak ilyen típusok, ahol az oroszokat lehetett aprítani, ott a BEM apó, akkor még nem apó volt, tehát fiatal ember megjelent. No, Ferenc József letérdelt és kérdezte, és akkor leverték kérte a segítségét a cárnak, és leverték a forradalmunkat. Na most, itt muszáj egy kis eszmetörténetet mondjak. Szegfű Gyula azt írja, hogy Magyarországon a liberalizmus három nemzedékben valósul meg. Az első nagy liberális nemzedék az a reformkor nemzedéke. Hát a neveket hadd ne mondjam ebben a körben, ugye a vad radikálisoktól Petőfi Sándor, Vasvári Pál, fiatal koromban történész példaképen volt, Havas Nagyfalu, Erdély érchegységben baltával ketté vágta a fejét egy valószínűleg dák származású, lázadó ember, egy román parasztember Vasvári Pálnak, és Petőfi, ugye ezek voltak a radikális fiúk. Ismerjük ugye Petőfinek az Akasszátok föl a királyokat című versét. Ez a magyar politikai verselés egyik nem mondom azt, hogy ostoba, már Petőfi az a legtisztább lelkű költő a világon, beleszámítva Petri Györgyöt is. Tudják ki Petri György?
az hagyján, hogy milyen egy magyar költő, aki a Gyurcsány kormánytól kapott Kossuth díjat, aki az Antal kormány idején írt egy verset, amit ugye, bocsánat, muszáj hölgyektől elnézést kérek, így kezdődik a vers, emiatt lehet Magyarországon Kossuth díjat kapni. Zakatol a szent család, Isten dugja Máriát. És a szent Jóska, az lemegy a kocsmába, és a kocsmárosnak panaszkodik, és ez a vers. És amikor jön a Gyurcsány, akkor mindjárt Kossuth díjat kap. Hát azért bocsánatot kérek, szóval elnézést kérek, hogy egyetem Petőfivel egy keretbe említem. Az akasszátok föl a királyokat, az azért gond, mert a Szent Szövetségben ott volt vagy két király, meg két császár, volt egy cár is közöttük, és ezt nem szerették az ilyesmit. Tehát taktikailag óriási vers, itt a nyilam, mi belőjem királyi trónál előtt, stb. Nem mondom el, nem egy Hegedűs Lórát református püspök, aki Adi összest úgy elmondta egy Isten tiszteleten belül, hogy na jó, nem az összes, de 30 verset. Az első liberális nemzedéknek ők voltak a radikálisai, és akkor voltak még nem radikálisok is, mint például a zalai Kurta Nemes, akit majd Mikszát ugye Gentinek fog nevezni, a Deák Ferenc és a Deák köre. Az egésztől elkülönítve, de egy darabig köztük, 48 őszéig köztük volt Széchenyi István gróf, aki reformer volt, ugye a reformkor, tehát Kossuth igazságosan mondta róla, hogy a legnagyobb magyar, mert a legnagyobb dolgokat csinálta. Hát hogyha, ha csak elolvassuk a Széchenyi CD-t, amin az összes munka egy részét, hitel, világ, stádium, mindegyik egy-egy döntő fontosságú dolog, és akkor a materiális dolgok, a híd, ismerik ezt a Szamóc, az Eperjes Károly féle Széchenyi filmet? Ez Eperjes Károly, ez egy zseni. Ez a legnagyobb élő magyar színész szerintem. Tudom, hogy sokan nem szeretik, sokan megszeretik. Én is köztük közéjük tartozok. És főleg az a gondja vele a baloldalnak, az Eperjessel, hogy nagyon kemény római katolikus keresztény ember. Mi volt a baj az, ha valaki római katolikus keresztény? Vagy akár milyen bánom én, milyen keresztény? Kivéve a híd gyülekezetét, mert ez egy más dolog. Erről a két Adi könyvemről a híd gyülekezetes lelkész már kétszer foglalkozott Isten tisztelet végén, amikor a kérdez felelek van. Jobb, ha nem mondom el, miket mondom. Nem baj. A reformkor az a magyar szellem és a magyar tehetség kibontakozása. A reformkornak a magyar férfiai, akik a 20 évestől a 60 éves öreg Matuzsála, amikor akkor 30 év körül volt az átlag életkor, a nőknél 31, a férfiaknál 30 év, a legnagyobb építőkorszakunk, nem csak materiálisan, a Széchenyi Lánchíd, meg a többiek, meg a lóverseny, meg a stb., meg a hitelélet, meg a, amit a Kossuthék találtak ki, a, hogy vegyél magyar árut, meg stb., ami nagyon nagy dolog volt akkor, mert a liberalizmus ekkor kapcsolódik össze először a kapitalizmussal. Erről majd a dualizmus kapcsán mindjárt beszélek, mert a liberalizmus lejtmenete ekkor kezdődik. A reformkori magyar liberalizmus, van egy görög barátom, Archimedes Sidiropoulos, a Tiomni szemle megszűnő folyóiratnak, mert nem kap állami támogatást. Az egész szerkesztőség mind fideszes. Egy fillér támogatások. Tianon miatt. Ugye nagyon érdekes dolog, most az utolsó lapszámot csinálják. Ő mondja ezt a kifejezést, hogy a nemzeti liberalizmus. Így van, persze. Aki a reformkorban liberális, az mind a magyar nemzet érdekét akarja. Nevezetesen a liberális szabadságjogok bevezetésével. És bizony akkor az ellenség, az a bécsi úgynevezett kamarilla volt, ahogy akkor mondták. A császár és király, még akkor nem a Ferenc József volt, körüli politikai mag, amely különböző német államokból származó, meg osztrákokból álló csapat volt, akik azt gondolták, hogy ha Magyarországnak szabadságot adnak, akkor Magyarország majd el akarja hagyni a monarchiát. És mivel nem akartak szabadságot adni a magyaroknak, ezért mondták azt a radikálisaink, Petőfitől Kossuth Lajosig, ugye, a legnagyobb európai politikusig, és 33-as fokozatú szabadkönyvesig, bezárólag, ő Amerikában volt szabadkönyves, hogy kérem szépen, akkor megcsináljuk a függetlenséget ellenetek.
Ez egy érdekes dolog, és a magyarságnak itt egy furcsa jellemzőjét tapasztaljuk, hogyha szorongatni kezdik a magyarokat, akkor a magyarok össze tudnak fogni. Ugyanis megmondom önöknek, amit az előadásom végén akartam mondani, hogy a magyaroknak a legnagyobb ellenségei azok a magyarok. Azok a magyarok. Én ismerek a mai magyar közép, jobb és jobb oldalon, a bal oldalon is, de azokról nem kívánok beszélni, mindenkit. Nincs szánalmasabb, amikor jobb oldali keresztény magyarok egymás háta mögött. Te az olyan volt, meg az azt mondta meg, hogy stb. Stb. Na jó, a pletyka az pletyka persze, de ez a magyar széthúzás, ez durva dolog. Na a reformkorban az valósult meg, szellemileg és érzelmileg, hogy a liberálisok össze tudtak fogni. A szakadás a szabadság jókat kérő liberálisok, ugye? Hát a 12 pont tényleg most lenyomadtuk a Petőfi Irodalmi Múzeumba, F-t kellett volna hozni, de mindegy, mert úgy sincs idő rá, de a 12 pontot mindenki ismeri, a 12. is nagyon fontos, ugye az Unió Erdélye, a két haza koncepciója, hogy voltak olyan liberálisaink a reformkorban, akik Erdély és Magyarország területi egységét akarták. Hát nem nagyszerű dolog a liberalizmus. Meg vallásszabadságot, szólásszabadságot, idegen katonamentes Magyarországot. Abszolút hiteles és aktuális mondatok most is. Most, amikor amerikai páncélos csapatok érkeznek Magyarországra, meg az egész térségbe, ugye? Kérem, a NATO-nak, a NATO bővítésnek ez a lényege. A hadszintér kibővítése Közép-Európa térségébe. A termonukleáris harmadik világháború itt zajlódjon le, és ne Amerika környékén. Ez a NATO. Semmi más nincs a NATO-ba. Meg persze mögött a hadipar, meg a stb. De ez most nem ide tartozik. Az Európai Unió pedig szerintem nem más, mint a nyugati termelőtőke piacának a kitolása Kelet-Európa az orosz határok felé. Hát Ukrajna, hát nem tudom, 40 millió, vagy mennyi ukrán van? Hát annak fele nyomorok, de a másik fele 20 millió vásárló. Hát ott lehetne mindjárt 1000 Tesco-t csinálni nálunk, 220, vagy mennyi van? Most már csak 200. Erről szól a történet. Na de nézzük a magyar érdeket. A reformkor azért fordult bele forradalomba, mert miközben a Ferenc József előtti uralkodó, kicsit félkegyelmű ember volt, de mindegy, alá tudta írni a nevét, aláírta 48 április 11-én az áprilisi törvényeket. Abba úgy nagyjából benne volt a 12 pont, úgy nagyjából. Tehát ugye egy állam, egy szabad állam megteremtése az ember öltők feladata, de elkezdődött a dolog, de miközben ezt csinálták, azzal adtak tüzet a Kossuthék alá, érvet a Kossuth Lajosék kezébe, a radikálisok kezébe, hogy a Magyarország második vagy harmadik legnagyobb zászlós ura volt ugye a horvát bán. Akkor már vagy 700 éve szinte, hogy a horvát bánt, aki egy kitűnő horvát katona volt, hogy a Dunatéven mondják a Jellasic, ugye a Jellacic, mindegy, akinek a szobra, látták Zágráv főterén, ugye, a Magyarország felé kivont karddal, ül a lovon, és kivont karddal úgy helyezték a szobrot. Így és Gyula írja a Beatice apródaiba, tessék elolvasni, hogy mondtam a Klezsának, Miroslav Kleža, aki a hrvatski Marski Bog, a horvát hadisten című nagy horvát első világháborús regényt írta, aki nem olvasta még, kérem, olvassák el ezt a nagy Kleža könyvet. Egy horvát ember hogy látja a magyarokkal a háborút, stb. Hát nem sok jó van rólunk, de hát ez a horvátok gondja pillanatilag. És így is mondtam a Klezsának, hogy miért pont feléink, és a Kleža megmondta neki, most nem részletezem, és amikor 91 és 95 között, hosszabban, mint az egész első világháború, zajlott a horvát-szerb háború, most a történelmi Horvátországot visszaállították, ugye, Tudjman elnök, aki tüdőrákba halt meg, és egy magyar politikus mert elmenni a temetésére. Mert akkor még a horvátokat nem akarták bevenni az EU-ba. Ki volt az egy politikus? Azóta becsülöm ezt a fiút, előtte nem sokra becsülöm, Orbán Viktor. Bizony, Tudjman, meg a katona, akinek a tengerparton nagy színes plakátjait fotóztuk, 22 évet kapott a Nemzetközi Törvényszéken, a Ante Gotovina, ugye? Megteremtették a történelmi Horvátországot.
Hát mit írnának rólam a 444.hu-ba, vagy mibe, hogy én azt mondom, hogy teremtsük meg fegyverrel a történelmi Magyarországot. És ők még nem beszéltek róla, hanem megteremtették. Ezért lehet böcsülni a horvát nemzetet. Böcsülöm is őket. Annak többek között ezért kapta a Kalasnyikovot annak idején. De ez most nem ide tartozik, ez hárman csináltuk a Kalasnyikov ügyet, és egy negyedik fickó, Antal József, ő tudta. Tehát ő nem volt benne, mert ugye védeni kell őt, de hárman csináltuk, és ő a negyedik tudta. Isten nyugosztalja. Tehát ott tartottam, hogy lovat adtak a magyar radikálisok alá, mert az áprilisi törvényekkel szemben és az alkotmányossá, a történelmi magyar alkotmányt visszaállító és azt modernizáló. Tehát a történelmi alkotmány az létezik. Ezért mondják a mostani alkotmányunkat alaptörvénynek. Alaptörvény, mert történelmi alkotmány létezik, nagyon okos dolog, és ezt modernizálni kell folyton. Mindig veszekednek a mostani kormányról, hogy már a negyedszer módosították az alkotmányt. Hát és? Hát, hogy az hozza a történelem, akkor azt kell csinálni. Hát ez ilyen egyszerű. Hát nem ostoba módon kell ragaszkodni leírt paragrafusokhoz, hanem a történelmi időkhöz mérni a magyar érdek szerint. Hát ez elég egyszerű. Megcsinálni persze nehezebb. No, és akkor jönnek a tisztek. Amikor Jélasics elindul Magyarország felé, akkor válik világossá a magyarok számára, hogy a király meg a kamarilla azok cselszövők voltak, és a mai előadásom stílusába fogalmazva a magyarság modernizálását és a Habsburgoktól elszakítani nem akaró magyar királyságot az ellenség Jellasics kardjával le akarja taposni fegyveresen. Na ekkor jön a kis kémia tanár, a 31 éves, vagy mennyi volt akkor a kis kerek szemüvegű Görgei, ugye a katonai zseni, meg a lengyel tisztek, meg a többiek. Tessék elképzelni, egy angol kovácsmester. Elmegy, veri a vasat. Pam, 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 pam. Nem tudom, gyerekkorokban őszhajú urak hallottak-e ilyen falusi, ilyen hallottam Vasegerszegen, édesanyám még falujában, Jákfa mellett van Gömbösék. Letett a bőrköpenyt, és azt mondta neki, hogy asszony, csomagolj, elmegyek Magyarországra harcolni. Egy olasz báró, ugye ismerik a stb. Nem tudok énekelni, a Monti csárdás. Báró Monti. Azt mondta az asszonynak, hogy kardokat élesíteni, meg Magyarországra harcolni. Stb. A magyarok a világtörténelem közepévé váltak 1848-49-ben. Ez egy nagyon nagy dolog, és a reformkorról, hát ugye középiskolai tankönyvben is benne, mindenki ismeri, tudja, egy szót sem akarok beszélni, csak annyit, hogy 1800, amikor leverték a forradalmat, 1851. októberében az Egyesült Államok elnöke, akinek nem jut eszembe a neve, ez a marxizmus, szenilizmusból a szenilizmus, hogy neveket felejtek, itt egykori szegedi professzorom, parancsot adott a US Navy-nek, tehát az Egyesült Államok haditengerészete parancsnokának, hogy egy hadihajót küldjön át az óceánon, az angliai Southampton kikötőjébe, és ott egy Louis Kossuth nevű ember várja a hajót, és vigye Amerikába. És odavitték Kossuthot, és végig hurcolták, mint a vörös rongyot egész Amerikán. A szabadság. A magyar, az, hogy Hungari, meg Hungarian, az azt jelentette, hogy a szabadság nemzete és a szabadság az egyenlő volt a magyarokkal. Nem véletlenül, hogy majd a 60-as években, amikor az észak-dél elleni háború, jól mondom, az a 60-as évek, ugye, zajlik az Egyesült Államokban, hogy most akkor legyen rabszolga, vagy ne legyen rabszolga, honnan hozzák a tiszteket az amerikai hadseregbe? Úgy van, a magyar tiszteket hozzák. Amikor még a 20 évvel, 22-23 évvel ezelőtt voltam az Arlingtoni temetőben, tudják, ez Washington mellett, egy egész hegyvidék, a világ történelem legnagyobb temetője, annál kicsivel kisebb temető van Szarajevó környékén a hegyekben. Az más, a muzulmán sírkövekkel sírni való dolog. Na, ott Arlingtonban ott egy fél napot azzal töltöttünk, a magyar
washingtoni katonai attaséval, milyen ezredessel, mindegy, meg az itteni katonai, amerikai katonai attaséval, egy ranger katonával. Tudja, a ranger, aki először elvágja a torkat, és utána kérdezi meg, hogy ki vagy, meg mi vagy. Szóval rém, amerikai katonai a világ legjobb kiképzését kapják. Egy napot ott mászkáltunk. Kovács, mit tudom én, Sándor, ezredes, US kolonel. És így tovább ott voltak a tisztek eltemetve. És amikor Kossuthot odavitték, akkor ez még előtte volt, a háború előtt, akkor Kossuthot Philadelphia városba bevette az ottani szabadkönyves Páholy. Itt a valamelyik kötetem lábjegyzetében, mert ezeket a lábjegyzetbe illő dolgok, írom ezt a történetet, és minden 33 városban mindig egy fokozatot emelték. Akkor még nem három fokozatú volt a szövetségesség, hanem 33 fokba lehetett előr lépni, mint a hadseregbe csak. És elé tették, én láttam a Kossuthnak a belépési nyilatkozatát a szabadkönyves Páholyba. Oda volt írva, hogy name, neve, Louis Kossuth. Ha jó. Foglalkozása, na itt már gond volt. Hát mit? Nem volt foglalkozása. És beírta, hogy egy olyan a férfi, aki belé azért lép be a szabadkönyves Páholyba, hogy ezzel elősegítse, vagy elérje hazája függetlenségét. Igen, tehát Kossuth Lajos szabadkönyves, az nem Jászi Oszkár szabadkönyves volt. Itt van ez a sárga könyvem, ez a Martinovics Páholy, Jászi Oszkár, Rady Endre és a többieknek a kimondottan keresztény ellenes, nagyon durva páholya. Erre a könyvre azt írta a The Times of Israel nevű honlap. Érdemes belenézni, én néha belenézek, megvan mindenféle nyelveken, én az angol szoktam nézni, hogy Európa három legantiszemitább könyve, az egyik az a Henry Ford, a nemzetközi zsidó, cím nagy vastag könyve, magyarul is megvan. A másik az a milyen jegyzőkönyv? A Cion bölcsének a jegyzőkönyve, hát az is egy érdekes, és a harmadik ez. Hú, mondom, ez borzasztó, ugyanis egy szó antiszemitizmus nincs benne. Csak megírom azt, hogy ki volt a Jászi Oszkár, meg a többiek. Hát nem kellett volna Tisza István grófot megölni a kis varzgyereknek, Pogány József. Mindegy. Tovább megyek. A reformkor az eszmetörténetek azért lényeges, mert Magyarországon a liberális gondolkodás, tehát a szabadságjogokhoz való gondolkodás, de ugyanakkor nemzetben gondolkodás és Isten teremtette a Földet ben gondolkodás, ez még egybe van. Ez még egybe van a magyarországi liberális gondolkodásba. És mostantól kezdve együtt tárgyalom az eszmetörténetet és a politikatörténetet, ugyanis nagyon érdekes dolgok történnek. Azt mondja a Szegfi Gyula, hogy van a második liberális nemzedék Magyarországon, amelyik még mindig nagyon pozitív. Ugyanis ő azt mondja, és teljesen egyetértek ezzel, ha most lenne Szegfi Gyula, most élő személy lenne, akkor nem lenne akadémikus. Értik? Tessék csak megnézni, mondom a legjobb magyar történészeket, magamat nem merem mondani, csak gondolom. M. Kis Sándor, Szakály Sándor, Salamon Konrád, Popé Gyula, meg én öten szoktunk így tanakodni. Egyikünk se akadémikus, nem is leszünk. Most a Magyar Tudományos Akadémián csak balos liberálisok és kommunisták vannak. A Ormos Máriától a Romsics Ignácig. A Romsicsot még az menti, együtt voltunk fiatalok Szegeden, hogy neki nincs elvi meggyőződése. Neki pozíció a fontos. Van ilyen is. De ez nem érdekes. Az a lényeg, hogy a második liberális nemzedék az a reformkor után 1860-tól 90-ig nagyjából számítódik. A második liberális nemzedékbe tartozó emberek közül a legnagyobb, ugye a Széchenyi Steffi gróf Döblingben van, és ott 60-ban megülik, vagy meghal, nem lehet eldönteni pontosan, mint ahogy Teleki Pál grófnál se lehet 41 április 3 pontosan eldönteni, hogy most akkor mi történt. Biztos nem a Vatkan volt, ez biztos felelősségem. És Deák, a második liberális nemzedéknek Deák, a
legnagyobb alakja, az a Deák Ferenc, aki istenhívő, abszolút a magyar nemzetéért dolgozik, más nem is nagyon érdekli, a világ legzseniálisabb alkotmány jogásza, és a második liberális nemzedék valóban úgy van, ahogy Szegfi Gyula mondta annak idején, hogy megteremti az osztrák-magyar monarchiát, és azon belül a belső függetlenséggel, belpolitikai értelemben vett függetlenséggel rendelkező magyar királyságot. Tehát létrejön a kiegyezés. A kiegyezés, ez nem az osztrákok és a magyarok között volt, hogyha ez a Habsburg ház konkrétan de facto Ferenc József, meg a felesége, aki nagyon kontrázott, brácsázott a magyarok mellett, sokat köszönhetünk Erzsébet királynénak, Sziszi királynének, mert támogatta a férjét, hogy egyezzél már meg a magyarokkal, mert gond lesz, és a magyarokkal lehet egy darabig, lehet a magyarokat fülét, orrát csavarni, mindent lehet. Ez csak azt mondja, hogy, bocsánat a kifejezés, hogy gata. Ennyi volt. És az Erzsébet tudta, ismerte a magyarok. No, lényeg az, hogy a második liberális nemzedék létrehozza a kiegyezési dualizmust. Itt egy új perspektíva, európai perspektíva nyílik meg a magyarok előtt, ugyanis Magyarország nagyhatalommá válik. Tessék csak belegondolni, pár unalmas számot hadd mondjak. Európának akkor is, csak úgy, mint most, a legnagyobb kiterjedésű és legnagyobb lakosságú országa Oroszország volt. Akkor is, meg most is. És a 120. termonukleáris csapás bekövetkezik, ez még így is marad. Az meg reméljük nem fog bekövetkezni. Nagyon szeretném tudni, hogy a vezérkari főnökök egyesített bizottságában milyen döntéseket hoznak. Nagyon szeretném tudni, csak nem kötik az oromra. De majd megtudjuk, tehát előbb-utóbb megtudjuk. Na, hogy Oroszország, Amerika, hogy mi a szándék. A lényeg az, hogy Deák Ferenc ül, eladja az alai birtokait, valami 800 akárhány holdja volt, egy tipikus gentry, középnemes, és fölköltözik a Viktória királynőről, elnevezett Viktória akkor ugye a világ legtekintélyesebb embere a királyok között, Kossuth meg a szabadság hősök között. A marxék még csak próbálják úgy brácsázni a kommunista kiáltmányt, hogy kísértet járja be, meg egyéb ilyen hülyeség. Kopognak a szálloda ajtaján Deáknak, és bejön egy fekete köpenyes ember. Magyarországon síri csönd van, ez a Schmerlingi provizórium, tehát a második letaposása a forradalom után a magyar királyság népének, és az ember leteszi a köpenyét, és ott van egy echte osztrák tábornok, akit a császár küldött. És így aztán elindulnak a kiegyezési tárgyalások, Deák belevonja persze a legkomolyabb, a legjobban képzett arisztokrata barátait, meg nem arisztokratákat is, Andrássy Gyula gróf, aki Kossuth kutya, erzrebel, Kossuth hundként szerepelt sokáig, meg a ugye Teleki László gróf már halott, meg az Ötvös Józsefet bárót, akit a barátai Pepi bárónak neveznek, elég hülye név egy bárónak, de mindegy, Pepi bárót, aki a magyar liberalizmus, nem tudom, van-e a teremben valaki, aki olvasta, körülbelül a magyar eszmetörténeti könyvek legunalmasabbja. De facto olvasatatlan. Én persze olvastam Ötvös József a 19. század uralkodó eszméi. Vagy két nagy, vagy három közép nagy kötetbe szokták kiadni. Hát azt elolvasni, az nem semmi. Nem, az egyetemista diák, mert nem is mertem kiadni kötelezőnek. Nem adtam ki? Nem adtam. Nem, mert nem lehet elolvasni. Hát olyan egyetemista nincsen. Első oldal után a fejemhez vágja. Viszont Ötvös József a magyar liberális gondolat megteremtője. Képzelnek el egy olyan liberálist, aki magyar arisztokrata, hisz Istenbe, hisz a szabadságjogokba, és még a nemzetét is akarja szolgálni. Most mutassanak nekem csak egy darab ilyen magyarországi liberálist. Én nem ismerek, de lehet, hogy van, csak én nem ismerem. Tehát Deák, Ötvös, Andrássy Gyula gróf, Andrássyt haza kell hívni Párizsból, ahol belép egy francia szabadkönyves páholyba, nagyon érdekes, hazajön,
Deák nem akarja vállalni a miniszterelnökséget, mert Deák Ferenc jobban szeretett este, hát már 60 akárhány éves, mikor 30 év az átlag életkor, otthon ült a Havanna szivarral, meg a spritzerrel, a fröccsel, és Andrássyra mutatott rá, hogy ez a fiú legyen a Batthyány gróf után a második magyar királyi miniszterelnök, és a Erzsébet királynő hátsó támogatásával a császár kinevezte törvénytelenül egyébként miniszterelnöké, mert majd csak 67. június 8-án teszi le, vagyis koronázza királyá Ferenc Józsefet. Addig ő csak egy idegen hatalom császára, mi közünk hezzá, ugye? Viszont kinevezi Andrássyt, és akkor úgy mennek a kormányülések, hogy napközben délután kormányülés, este pedig, ha valamit nem tudnak eldönteni jogilag, fölkeresik az öreg Deákot a szállodába. Úgyhogy mindig van egy 5 vagy 10 vagy 2-5 literes demizson, jó zalai csigerje, azt legyen ember, aki megissza, nem mindegy, most nem ide tartozik. Noha bor. Ön tetszett hallani a noha bor? Ja, értem. Na, az még egy bor. Na, mindegy. És akkor ott megbeszélik a dolgokat. Megteremtik a magyar királyságot. Kérem szépen, 1867 per 12. törvénycikk, az a kiegyezési törvény. Abban olyan fantasztikus dolgok vannak, hogy a három közös ügy. Erről érdemes egy-két érdekes dolgot mondani, mert majd 100 évvel később az Egyesült Államokba egy jogász ír egy könyvet a kiegyezés után 100 évvel, tehát most a 20. század 60-as éveibe, hogy van egy fantasztikus politikai szerkezet, az osztrák-magyar monarchia szerkezete, hogy különböző nemzeteket, 14 nemzet volt az osztrák-magyar monarchiában, ja, ez nem etnikai térkép, ezt nem hoztam el a teleki térképet, ez be van keretezve. A teleki féle vörös térkép, tetszik ismerni. Hogy tudták a magyarok megcsinálni, hogy a 14 nép, az amerikai kolléga 13 népet ír, hogy tudták megcsinálni, hogy mind a 13 nép megtalálta az érdekét. Úgy, hogy kettő nép volt a vezető, az osztrák, meg a magyar. Már csak én teszem hozzá, hogy gazdaságilag a legtöbbet a csehek nyerték.